Jelképes csekken adták át azt a 1,5 millió forintot, amelyről többoldali támogatási megállapodás is született a Záhonyi Kandó Kálmán szakgimnáziumban szerdán délelőtt. Az összegből várhatóan informatikai berendezéseket, projektorokat, monitorokat és számítógépeket vásárolnak majd, amellyel a logisztikai szakemberek magasabb szintű képzését segítik elő. Egy komoly kínai vállalkozás, logisztikai vállalkozást ad támogatást a Kandó Kálmán középiskolának. Abból a célból, hogy logisztikai szakembereket magasabb színvonalon tudjon képezni. Ugye ez több szempontból is fontos és lényeges a térségünkben. Egyrészt azért, hogy ezt egy kínai vállalkozás adja, nyilván abban a reményben, hogy a kereskedelmi forgalom a kínaiak által irányított és az Záhonyon keresztül futó kereskedelmi forgalom is erősödni fog. Másrészt pedig természetesen ugye ez az itt végzett fiatalok számára akár a cégnél, vagy akár a cégnek valamelyik oldal vállalatánál munkalehetőséget is teremt. A Magyar-Kínai Gazdasági Kamara elnöke a rendezvényen elmondta, Záhony egyre kiemelkedőbb szerepet tölt be a magyar-kínai áruforgalom fizikai lebonyolításában, ezért a CEC Kft., amely Magyarországon egy kínai speciális gazdasági övezetként működő vállalkozás, a társadalmi kötelezettségvállalási programja keretében támogatja a Záhonyi szakgimnáziumot. Miután itt folyik közlekedési, vasúttechnikai, logisztikai, szállítmányozási szakemberek képzése, amire a közeljövőben egyre nagyobb szükség lesz, és ezért a cég támogatni kívánja az iskolának az ilyen jellegű képzését, olyan eszközök beszerzését, amik a jövő kihívásainak megfelelve tudják a képzést elősegíteni. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a kínai áruk több úton jutnak el Európába, melynek egyik logisztikai központja Magyarországon lehetne. Hamarosan nyílik a Fényes Litkén az ipari park, ami a kínai árura építkezik. Nagy tömegben várunk kínai konténereket vasúton keresztül, remélhetőleg a régi forgalom, ami régen Záhonyban volt, az ukrán-orosz forgalom az a kínai áruval pótolódik, és újra fellendülhet az itteni kereskedelem és a logisztikai szolgáltatás. A Záhonyi Kandó Kálmán szakgimnázium az elmúlt időszakban egy energetikai beruházáson esett át, melynek keretében mintegy 300 millió forintból javították az intézmény fenntarthatóságát, ezzel együtt csökkentve a szén-dioxid kibocsátását is.